Szeretettel köszöntünk benneteket. Hú, nem tudom, hogy a hangom mennyire szól, de vagy egy kicsit közelebb a mikrofonhoz. Jó magam, Terlicki István vagyok itt a Galio Webcast dolgainak háttér rendezgetője, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy ötletgazdája. És hát ugye ki gondolta volna, hogy ezekben a napokban igen komoly szerepe lesz a Galio Webcastnak is. Legfőképpen azért, mert ez a műsor, ez az előadás, ami most következik, ennélkül, hogy ez a helyzet, ami most kialakult itt ugye a vírus karanténnal, egész országban, világban nem jött volna létre, ez egészen biztos. Hogy ennek mi a története, azt mindjárt meghalljuk. Ugye engem csak hangban hallottatok a háttérben, viszont akit képben is láttok, az Rezsabek Nándor, tudományos újságíró, és hát lelkes meteorit kedvelő, sok más egyéb mellett. Kedves Nádi, tiéd a szó. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Éli Online adás hallgatóit. Tepi, neked nagyon köszönöm a Galileo Webcastnak, hogy lehetőséget biztosítottatok arra, hogy ezt a 2020-as előadás sorozatot itt néhány megszakadt előadás után ilyen formában folytassuk. Egy kicsit ugye ez fura nekem, itt beszéltünk is az elején. Ugye volt olyan előadásom, amit ti közvetítettetek élőben vagy felvételről, de egy nagyon kedves ismerős említette, amit igazán fura és más az eddigektől, ugye a közönség reakcióit azt nem tudom venni, ugye ez mindig fontos számomra, vagy ami van, az nyilván egy más formában, valamilyen írásbeli vagy online üzenetek formájában fog megjelenni. De nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben nagyon örülök annak, hogy ez így folytatódhat. Ugye az élőkép az egyenlőre látszik, utána át fogunk váltani a diasorra, illetve a hangomat fogjátok hallani. Remélem, hogy így is azért meg lesz az az élmény, vagy tartalmilag legalábbis, amit el szerettem volna mondani. Az előadás témájáról, tematikájáról szeretnék még felvezetésként beszélni, mielőtt átváltunk a diasorra. Itt a Meteorit Kráter Expedíció nevű kutatási ismeretterjesztő projektnek a tavalyi németországi útjáról szeretnék beszámolni. Az előadás öt nagyobb pont köré csoportosítható, lesz egy meteoritikai felvezetés, ez minden előadásomnál, minden vonatkozó előadásomnál elhangzik. Nyilván itt a hallgatóság jó része ezzel képben van, műveli, vagy valamilyen ismeretei vannak, nekik egy kis összefoglalónak jó lesz, akik pedig nem, azoknak pedig a megértés, ez mindenképpen hasznos lesz. Utána ennek a projektnek az előzményeiről szeretnék szólni, az első egy évéről nem, arról, hogy tervezünk esetlegesen egy következő előadást, így időben visszamutatva, azonban az, hogy egyáltalán miről van szó, erről szeretnék röviden beszélni. Utána beszámolok erről a németországi útról, népszerű formában, inkább az érdekességeket kiemelve. Ugye itt Magyarország és Baden-Württemberg határán jártunk Németországban, két meteorit egy Iker kráternél, amit egy kis bolygó, illetve holdja ütött 15 millió éve. Ezt követően lesz még szó nagyon röviden egy határon túli román-magyar határmenti, de már román oldali párciumi útról, Nagyvárad mellett egy feltételezett, de valójában nem meteorit krátert vizsgáltunk, ugye ez még a tavalyi év krónikája, nagyon röviden erről, és illetve a folytatásról is szó lesz, amiben itt a koronavírus helyzet alaposan beletenyerel, de van ennek megoldása, illetve lesz folytatása, erről a zárásképpen szeretnék beszélni. És most át is váltunk a diára, remélem, hogy jól látható lesz majd minden. Egy fél pillanat türelmet kérek, és utána innen folytatjuk. Remélem, hogy a diasor így tökéletesen látszik. És akkor bele is kezdenek, illetve folytatnám. Ugye itt ahonnan lehetne indítani az előadást, a meteoritikai ismeretek, vagy némi terminológiai magyarázat. Ugye talán ott érdemes indítani, hogy tavaly évben nyilván sokan kim voltak az ég alatt, tehát mondjuk ez 19 augusztus, a perzeidák meteorraj maximuma. A tavaly év nem volt igazán kedvező, az időjárási viszonyok sem, illetve a rajaktivitása sem volt jelentős. Ennek ellenére azért nyilván láttak nagyon sokan nagyon szép hullócsillagokat, a meteor jelenségnek a tanúi voltak. Én nagyon remélem, hogy 2020-ban nem lesz olyan
korlátozó körülmény, hogy mondjuk egy vidéki észlelőhelyre el tudjunk jutni. Ez tényleg a legrosszabb forgatókönyv lenne, ne fessük az ördögöt a falra. De visszatérve, tehát ugye ezek a fényes meteor jelenséget produkáló apró égitestek, a meteoroidok, amelyek a Föld légkörébe belépnek, és nagyon leegyszerűsítve fölizzanak, és ezt a jelenséget látjuk meteorként, vagy hullócsillagként. Abban az esetben, hogyha a meteor fényessége meghaladja a Vénusznak a fényességét, akkor tűzgömbről beszélünk, illetve van egy olyan speciális eset is, amikor felizzani látszik, lényegében egy robbanást látunk, ekkor bolidáról beszélünk. A meteoroid gyakorlatilag néhány milliméteres porszemektől, nagyságrendileg egy 10 méteres apró égítés darabig nevezzük ennek. E fölött kisbolygónak hívjuk, ugye ez egy önkényesen választott mérethatár. Ezek anyagi összetételüket, geomorfológiaikat, megjelenési formájukat tekintve teljesen egy és ugyanazon égítestek, csak egy, azt mondom, hogy egy mesterséges elválasztás, hogy 10 méter fölött aszteroidáról vagy kisbolygóról, ez alatt meteoroidról beszélünk. Tehát, hogyha ez a meteoroid belép a légkörbe, felizzik, abban az esetben, hogy ezt a légköri belépést és zuhanást túlél, és a Földet ér, akkor pedig meteoritról beszélünk. Érdemes megnézni, hogy ezek milyen anyagi összetételek, mert egyáltalán honnan származnak. Három nagyobb csoportjáról beszélhetünk a meteoritoknak, a kő, a vas, illetve a kővas meteoritok. Ezek szorosan összefüggnek a származási helyükkel. A kőmeteoritok közül a legegyszerűbbek, a legprimitívebbek a kondritoknak nevezett típust alkotják. Ezek olyan kisbolygókról származnak, amelyek nagyon laza, egy kozmikus kőrakás-szerű égitestet alkotnak, ezek pedig kozmikus időskálán darabolódnak, ütköznek, egyfajta kozmikus eróziónak van kitéve, és ennek a darabjai, bizonyos darabjai érhetnek Földet, ezek a kondritok, amelyek egyébként a leggyakoribb típusát alkotják a Földön található meteoritoknak. Abban az esetben, hogyha egy kisbolygó elindul a differencializálás felé, tehát gyakorlatilag a bolygó keletkezés irányába, hogy olyan hasonlatot lehet mondani, mint ugye a Földünk esetében, ahol kialakul egy mag, köpeny, illetve kéreg, ez bizonyos kisbolygóknál is ez a folyamat megkezdődik. Azok a meteoritok, amelyek már egy ilyen komplexebb kisbolygónak a kéreganyagát képviselek, ezek az akondritok, azok a meteoritok, amelyek a mag, illetve a köpeny határáról számolnak, ezek a kővas meteoritok, ezek közül egyébként a pallazitok a legszebbek és talán a legismertebbek, illetve valamennyi vas meteorit egy-egy ilyen kisbolygónak a magjából származik. A kisbolygó eredet tehát meghatározó a meteoritok szempontjából, azonban van még két csoport, a hold és marsi meteoritok, amelyek most itt az előadás szempontjából talán kevésbé érdekesek, de nagyjából ezek a meteoritok eredetéről való legfontosabb információk. Ugye említettem, hogy Földet érhet, abban az esetben, hogyha kellően nagy ez a becsapódó meteoroid, vagy már kisbolygó, akkor impaktorként, egy impakt eseményként impakt krátert hoz létre. Magyarul egy becsapódás történik, és ebben az esetben jönnek létre a meteorit kráterek a Földön. Itt a vonatkozó ábrának a jobb színén, most itt ezt nehezen tudom, ugye itt nem tudom mutatni pontosan melyik ábra, de a jobb szélén, ugye talán mindenki által ismert arizonai Beringer, vagy meteor kráter látható, alatta a Merkuron egy többszörös becsapódás nyomaként egy Mickey egér fejet kirajzoló kráter. Ez lényegében azt mutatja, hogy ez a kráter keletkezési folyamat, ez egységes a naprendszeren belül, ugyanúgy a belső bolygókra is, illetve a naprendszer holdjaira is igaz, legyen az szilikátos kőzethold, vagy jéghold. Ugyanígy mennek végbe ezek a folyamatok. Maguk
Rendben, köszönöm szépen, hogy itt közben némi segítséget kaptam. Némi méretarányt itt az ábrának a bal szélén mutatnák. A jobb oldalon látható Beringer krátert létrehozó kisbolygónak a méretét egy Boeing 747-eshez, vagy egy anyahoz képest a baloldali ábra mutatja, tehát látszik, hogy körülbelül mekkora mérettartományról van szó. Onnan jobbra a Cseljabinszk eseményére talán sokan emlékeznek, ez 2013, tehát 7 évvel ezelőtt, ugye Oroszország fölött volt ez a becsapódás, valójában ugye fölrobbant ez az égitest, egy nagyobb darabját a közeli tóban találták meg, jelentős anyagi károkat, sérüléseket okozott, és gyakorlatilag több ezernyi darabját találták meg, ugye ennek is mutatja a méretét a repülőgép és az anyahajókhoz képest. Ez alatt ott jóval kisebb méretben ugye a Hobát mutatja, ami a Földön található legnagyobb, egy darabban található individuál meteorit, ez 66 tonnás, Namíbiában található a Földbe süllyedve, ugye nyilván most ezt nem lehet mérlegre tenni, de a sűrűségből, a méretből, illetve nyilván egyéb összehasonlító paraméterekben megállapították ennek a tömegét, illetve ez alatt fehérrel szemléltetve egy, még egy nagyobb égites darab, ami itt érdekes lehet, ugye itt nem véletlen a színezés, itt az 1908-as Tunguz eseménynek az impaktorát szemlélteti az ábra. Ugye azért fehér, mert van egy olyan elképzelés, hogy ez egy üstökös mag volt, valószínű, hogy egy porózus kisbolygó, ami nem ért földet, több kilométer magasságban felrobbant, ugyanakkor ilyen jelentős pusztítást végzett ennek ellenére. A következő ábrán némi eloszlást mutatnánk, tehát egyfelől nagyon lényeges, hogy a Földön 190 darab meteorit krátert ismerünk. Ezek olyan meteorit kráterek, amit a témával foglalkozó szakemberek és kutatók egyöntetően annak tartanak. Van emellett egy olyan lista is, ami a jó eséllyel erre a címre pályázó krátereket mutatja, de ahol vagy geofizikai, vagy geológiai, vagy egyéb módszerekkel még nem tudták ezt bizonyítani. Ennek a 109 kráternek az eloszlását mutatja. Nyilvánvaló, hogy ami a tengerbe esik, azokról ugye nem tudunk, azokról a nagyobb kisbolygó, vagy meteorodarabokról. Annak ellenére, hogy most volt nemrégiben egy hír, hogy ilyen típusú égitest után kutattak egy tengerjáró hajóval, tehát vannak olyan sekélyöblökben lévő becsapódásimok, akár mint annak idején ugye a Chicxulub kráter, ahol lehetővé tették ezek a vizsgálatokat, de az a lényeg, hogy nyilván az egyenlítői vidékén, illetve a világtengereket leszámítva, ez ahol igazán ugye azonosítani lehet ezeket az impact krátereket, itt jól mutatja ezeknek az eloszlását, és van jobb oldalt egy másik ábra, ami a Földön található legnagyobb meteoritokat mutatja. Ott is mutat egy ábrát, hogy ha kettőt kellő nagyításban megnéznénk, ezek egyébként megtalálhatók az interneten, jól látjuk, hogy ezek nem feltétlenül esnek egybe. Érdekes, hogy például az említett Hoba, ez a legnagyobb 66 tonnás földi meteorit sem hozott létre, krátertnénk, vagy egy krátergödröt találunk. Ugye ennek is megvan az oka, nyilvánvaló, hogy egy becsapódáskor számtalan tényező határozza meg a pusztítás mértékét. A becsapódás szöge az, hogy mondjuk egy vasmeteoritról, vagy esetlegesen egy porózus, laza kisbolygóról van szó, ezek mind meghatározzák a kráterképződésnek a mikéntjét. Ahogy ugye mindig el szoktam mondani, az, hogy a dinoszaurusz kipusztulással összefüggésbe hozott Chicxulub kráter, illetve ez az impact esemény is ugye azért volt olyan pusztító erejű, mert nem a világtengereknek, nem egy mélytengeri becsapódásról volt szó, hanem egy üledékkel fedett sekélytengeri helyszíne volt a becsapódásnak, és gyakorlatilag az innen kikerülő és a légkörbe jutó korábbi ugye üledékes kőzet, ami igazán befolyásolta ennek a későbbi pusztító hatását. A meteorit kráterekkel kapcsolatban többféle csoportosítás létezik. Itt a bal szélen két alaptípust szeretnék bemutatni. A bal szélső az úgynevezett egyszerű kráter, ez tálalakú,
a lejtős tömegmozgások révén gyakorlatilag a peremméről, illetve a magasabb térszintről, ugye a kráter aljára igyekszik a tömeg, látszik a kiemelt krátersánc, illetve a krátersáncon túl ez a kidobott anyag. A jobb oldali, az úgynevezett komplex kráter, ennek teraszos a kráterfala, maga a kráterrajzat az lapos, és itt megfigyelhető ez a központi csúcs, ami az erózió révén utána több darabra is töredezhet, illetve a kiemelt krátersáncon túl itt ugyanúgy a kirepülő anyagot figyeltük meg. Itt az ábrán kevésbé látszik, de ez is jellemző. A krátereknek ezentúl nagyon sok átmeneti egyéb típusa is van. Itt még ábrázoltam ezt a központi gyűrűs krátert, ami ugye jól látszik, hogy a külső kráterperem mellett egy belső gyűrű is található. Ez egy a sok közül, az átmeneti típusok közül, csak azért érdekes, mert itt majd az előadás következő pontjainál ugye rátérünk a németországi útunkra, és a Ries kráter az gyakorlatilag ezt a típust képviseli, és alul pedig romkráterként a Földön található legnagyobb meteorit kráternek az ábrázolása, ez Dél-Afrikában a Vredefort. Erről el kell mondani, hogy lényegében műhold felvételek azok, ahol ez valójában látszik, ugye így is a kráternek csak egy része azonosítható, különböző méretadatokat lehet találni a táblázatokban, ezen a 160 és 260 kilométer közötti átmérővel bír, és ugye ezt mindig el szoktuk mondani, hogy jelentős szerepe volt ennek a dél-afrikai gyémánt kincsnek a létrejöttében. Ez a becsapódás ennek fontos alapját szolgáltatta. Nagyon röviden erről a Meteorit Kráter Expedíció projektről szeretnék szólni. A hátterében az áll, hogy jó magam, mint tudományos újságíró jó néhány meteoritikával, meteori jelenséggel összefüggő cikket írtam az elmúlt években, illetve most a idén 11 év, hogy magam is gyűjtőként egy kis kollekciót összehoztam, ugye ezek jelentették az alapját, de ami a közvetlen kezdet, az pedig egy másoddiplomás tanulmány volt, ahol környezettanszakon, környezeti földtudománytárgyból tanultuk is ezeket, sőt még vizsgáztunk is impact jelenségek tételből, és innen indult az egy ötlet, Makai Zoltán barátom és kutatótársam, meg osztálytársam ma közösen, az ő ötlete volt, hogy menjünk el a Magyarországhoz legközelebbi meteorit kráterhez, ez pedig Lengyelország, Poznán külvárosa a Moraszkó, és ez még 18 májusában volt, és gyakorlatilag onnan kb. Egy hónapra útra keltünk, de azzal, hogy ugye itt volt egy, azt mondom, ennek egy alapja is, ami a tanulmányunk összefügg, illetve jó magam, mint ismeretterjesztő, emögé tett egy kis kutatási projektet is raktunk, illetve megteremtettük ennek a, azt mondom, a tudományos népszerűsítő elemeit, ugye póló készült, adtunk egy nevet is ennek a projektnek, és Makai Marcell, illetve Rezsabek Lándor Leventével, Rezsabek Lándor fiával, így négyesben útra keltünk, és ez volt a kezdete a projektnek. Mi az, amivel foglalkoztunk? Tehát itt a lengyelországi Moraszkó kráternél, tehát krátermezőnél jártunk, így tudni kell, hogy ez Magyarországhoz legközelebb, de ez 7 darab kisebb-nagyobb kráterből álló krátermező, krátertóval fedett. Itt egyfelől vizsgáltuk ezeknek a impact krátereknek, asztroblémeknek a geomorfológiát, tehát a felszín alaktani viszonyait. Két asztroblémnél krátertó is volt, ezeknél ilyen hidrológiai leírásokat, a kisebb vizsgálatokat tettünk, környezettanosként a természetvédelmi és kultúrtörténeti vonatkozásokra is hangsúlyt helyeztünk, hogy itt kell elmondani, hogy például pontos kultúrtörténeti vonatkozása a Moraszkónak, hogy 1914-ben egy lövészárkotás, ugye az első világháborúban lövészárkotású német katona, aki civilben geológus volt, ő találta meg az első vasmeteoritot, és ugye innen indult ez a Moraszkó krátermezővel kapcsolatos máig tartó kutatás, és gyakorlatilag 2 tonnányi meteoritot ástak ki azóta.
Ugye környezettanos szemmel, tehát emellett még a természetvédelmi státuszát vizsgáltuk, illetve állat- és növénytani megfigyeléseket tettünk, emellett itt mintát vettünk, ennek későbbi laborvizsgálata is volt. Miután hazajöttünk, ez még 2018 volt, 2018. július elején Lengyelországból, úgy döntöttünk, hogy folytatjuk valamilyen formában ezt a kis projektet. A következő etap az volt, hogy Zoli barátom még egyszer járt Lengyelországban, az Aktózia Meteornak ott ugye nincs krát, de egy szórásmezei volt, olyan további talajmintával tért haza, emellett pedig elkezdtük bejárni a történelmi magyar meteoritoknak a szórásait. Ugye történelmi magyar meteoritról akkor beszélünk, hogy ezek az 1920 előtt a Trianon előtti magyar területen hullott meteoritok, ami ugye vagy a jelenlegi területre, vagy pedig határon túl, így a Szlovákiától kezdve bárhol esett. Ezeket a területeket jártuk be, ezt sok esetben csatlakoztak ott környékbeli egy barátok, Kovács Gergő barátom, aki a planetology.hu honlapot szerkesztjük, ő például a Kaba szórás mezőnél szállt be. Jó magam, bejártam négy szlovákiai helyszínt, a Nagyborovia, Magura, a Grosz Divina szórás mezejét, illetve itt a Maguránál érdemes elmondani, hogy itt egy ilyen feltételezett kráter is van, amiről volt egy publikáció, meg bizonyos elképzelés, ugye ezt is megtekintettük itt az ábrán, pont ezeket mutatja a Nagyborovénak a szórásmezét, ahogy ott a helyi ismeretterjesztés nagyon korrekten jelöl, illetve a jobb szélső alsó ábrán pedig a Magura szórásmezeje, ami jelen pillanatban Szlovákia legnagyobb tava, az árvai víztározó, ami öt falunak az elárasztása 1953-ban jött létre, és van egy olyan elképzelés, hogy itt nem csak ez a 150 kilónyi meteorit volt, amit még annak idején begyűjtöttek, hanem az alatt több kráter is található, bár ezt egyelőre senki nem tudta megerősíteni. Emellett ugye van két magyar feltételezett meteorit kráter, a Magyar Polányi, aminél ugye volt egy ilyen elképzelés, még az 1980-as években ezt a későbbi vizsgálatot cáfolták, mert kétségtelen, hogy megjelenését tekintve igen hasonlatos, azonban a különböző geofizikai és geológiai vizsgálatok ezt cáfolták, illetve a Magyar Mecske, ahol pedig geofizikai mérések azt bizonyítják, hogy valószínűleg egy eltemetett meteorit kráter található, azonban ez még nem került fel a 190-es listába, itt még további publikációk szükségesek, illetve a legfontosabb, hogy geológiai vizsgálatok az elvégzett geofizikai mérések mellett. A következő ábrán, ugye itt a bal szélen, ugye ezek a turnéállomások, tehát ahol jártunk és valamilyen formában vizsgálódtunk, és ugye ez volt az előzményes, a tavaly évben nyáron pedig ugye útnak indult a Meteorit Kráter Expedíció csapata, megint egy négy fős társaság, Makai Zoltán barátommal, illetve Rezsabek Leventével, illetve Drab Erzsébet, aki szintén környezettanos osztálytársunként csatlakozott be negyediként, tehát egy négy fős csapattal keltünk útra. Jó magam, ráadásul egy olyan céllal, hogy a másoddiplomás tanulmányom sem, hogy ez lett a szakdolgozati kutatási témám is, és ugye ez ilyen szempontból egy nagyon fontos állomás volt, hogy itt minél több mindent meg tudjunk figyelni, illetve ezek beépüljenek a szakdolgozati anyagomba. Az ismeretterjesztő jelleget, illetve a szakmaiságot segítette az, hogy nagyon komoly támogatók léptek be a projektbe. Meg kell említeni a két német geoparkot. Ugye ez említettem, hogy az egyik, a nagyobbik Riesz-kráter az a pontosan a Baden-Württemberg, illetve Magyarország határának a Bajor részére esik, hogy itt a Geopark Ries lett partnerünk, illetve a Baden-Württembergi ottani Geopark lett a másik partnerük, szakmanyagokkal láttak el, illetve egy geológus hölgy tartott velünk, erről majd később említést fogok tenni. A média támogatók között ott volt az Élet és Tudomány, a Lelkes Ásványbőrze, ugye a legnagyobb hazai ásványkereskedelmi, illetve bőrze csapat,
illetve az utazni utazásiroda, aki segítette az utunkat, illetve a Dóm, aki gépkocsival, illetve egyéb dolgokkal segítette azt, hogy ugye ez az utazás ez megvalósulhasson. Egy nagyon rövid Móriczka ábrán, ugye itt magáról az impact eseményről hadd ejtsek szót, ugye itt két kráter található, a nagyobbik rész az 24 kilométeres, a kisebbik a Steinheim, az 3,8 kilométeres. A nagyobbik 24 kilométeres krátert egy 1 kilométeres kisbolygónak, a kisebbiknek pedig egy 100 méteres kisbolygó holdnak a becsapódása hozta létre. Egyes számítások szerint néhány másodperc különbséggel egyébként a holdért először földet. Nagyságrendileg 70 ezer kilométer per órás sebességgel szágódott a két égitest, ugye szinte emberi léptékkel elképzelhetetlen. A becsapódáskor 25 ezer fokos hőmérsékletet lehetett volna mérni, és itt a hatalmas hő, illetve a nyomás hatására ez a két égitest abban a pillanatban elpárolgott, tehát gyakorlatilag egy szublimációról volt szó lényegében egy halmaz állapotot, hogy átugorva eltűntek az égitestek, létrehozták szinte másodpercek alatt ezeket a több kilométeres krátereket. Az eseménynek a nagyságrendét jól mutatja, hogy innen fél ezer kilométerre lengyel, osztrák, illetve elsősorban a cseh területen találták meg ezeket a moldavitokat, ami olyan földi kőzet, ami a becsapódás révén került a légkörbe, üvegessé vált, és visszaolult ezeket nagyon szép ásványbőrzen, ilyen zöldszínű, féldrága kőként gyakorta, egyébként sörös üvegdarabokat eladva értékesítik, de itt az eseménynek a súlyához kapcsolódva, tehát 450 kilométerre értek földet, tehát ez jól mutatja ennek a becsapódásnak az erejét. Tehát ezt a két krátert kerestük föl és vizsgáltuk, egyébként ez 15 millió éve zajlott ez az esemény, és még itt a nagyságrendekről el kell mondani, hogy a lengyel Moraszkó kráter az 3-6 ezer éves, ez meg 15 millió, tehát egy hatalmas időugrás a kettőnek a létrejötte, illetve itt a méretarányoknak is el kell mondani, hogy említettem, hogy itt a Ries kráter, az 24, a Iker testvére 3,8 kilométeres, ezzel ellentétben, hogy Lengyelországon jártunk a Moraszkónál, a hét kráter közül a legnagyobb is mindösszesen 90 méteres. Tehát itt a meteorit kráterek virágában is ilyen hatalmas méretbeli különbségek találhatók, illetve annyi, hogy ahogy említettem, hogy a Lengyelországban 2 tonnányi vasmeteoritot találtak, itt Németországban ugye nem beszélhetünk Ries vagy Steinheim meteoritról, egyébként ezek a becsapódó kisbolygók, ezek kőzettestek voltak. A kráter kutatásról annyit, hogy ugye itt nagyon érdekes dolog, ez a 24 kilométeres Ries kráter, ez 20, ugye 24 kilométer átmérés, 99 darab települést rejt, ezek közül van egy közepes méretű város is, Nördlingen, amit gyakorta a Ries fővárosának neveznek. Ez a 15 ezres város, egy régi német kereskedőváros. Ennek a szállodájában volt a szállásunk, innen indultunk minden nap a vizsgálatokra, és nagy szerencsénk volt, hogy becsatlakozott hozzánk a Geopark részéről, a Ries Geopark részéről Gizella geológus asszony, akivel még korábban levelező kapcsolatban álltunk, az ottani múzeumnál dolgozott, a jelen pillanatban a Geoparkhoz került át, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert az ő segítségével tudtunk olyan helyszínekre is eljutni, amit vagy meg sem találtunk volna, vagy olyan lezárt terület, ahova így volt lehetőség. És alkalom amellett, hogy szakmailag rendkívül sokat hozzátett és segítette a munkánkat. Ugye Nördlingen, tehát egy 15 ezres, egy tipikus német középkori kereskedőváros, ugye Németország jellemző módon rendkívül jó állapotban megőrizve a középkori értékeit. Ugye erről majd szó lesz, mert ez szorosan összefügg az itteni kőzetanyaggal is, illetve az impact jelenségnek a vonatkozása, erre kicsit később majd szeretnék visszatérni. Az utazásunk az egy 5 napos
kiküldetés volt. A második nap kezdtük a szakmai munkát. Elsőként a kisebbik kráterhez, a Steinheimhez indultunk el. Rendkívül jól egyébként úgy mondom, hogy meglovagolják a helyi geopark részéről ezt a látnivalót. Gyakorlatilag egy olyan érdeklődés, aki kevésbé ismerős a témában, a különböző információs táblák, szakmai anyagok, tájékoztatók, honlapok révén rendkívül jól elboldogulhat. Számtalan helyen találunk erről információkat. Nyilván ez a mi utunkat is nagy mértékben segítette. Ugye ez az első baloldali kép, ez az első találkozás, amikor a kráter peremre értünk, és onnan 150 méter össze megálltunk, és letekinthettünk gyakorlatilag a kráter peremről egy ilyen parkoló részről, de ahol már nagyon sok információt találtunk a hogyan tovább a kapcsolatosan is. Majd a mellette lévő kép pedig a kráternek a központi csúcsán készült, de erre a következő diánál térnék rá. Ugye ez a kisebbik 3,8 kilométeres kráter. Többen is, akik jártak itt, azt mondták, hogy ez számukra is nagyobb élményt nyújtott, mint a nagyobbik. Itt ugyanis az ember, hogyha a kráter peremen áll, vagy pedig a központi csúcsra kirándul, pontosan érzékelheti, hogy egy tál alakú meteorit kráternek a közepén, vagy éppen a peremén található. Rendkívül érdekes érzés ez, és nagyon-nagyon fura, és olyan hatása alá kerül az ember, az is, aki kevesebbet tud, de pláne így, hogy azért az ember némi előismerettel érkezett, ez egyszerűen pótolhatatlan és fantasztikus érzés volt. Emellett azért is érdekes a Steinheim kráter, mert a földi 190 darab meteorit kráter közül több szakirodalom is azt állítja, hogy itt figyelhető meg, itt a sárga nyíllal jelzett legépebben megmaradt központi csúcs. A vizsgálataink során először ide kirándultunk, ezek a képek ott készültek. A bal oldalon egy hatalmas 10 méteres mészkő szikla található, ez az egykori krátertónak a maradványa. Ezeket a hatalmas sziklákat utána építkezésekhez használták fel még a 20. század elejével bezárólag, és ez egyetlen egy darab maradt meg, és az a német mérnök, aki ezenek azért tisztában volt a jelentőségével, ezt megóvta, és a sírja itt található mellette, geocaching doboz van elrejtve mellette. Ugye ez tehát a kráternek a krátertó időszakára utal, egyébként jellemző ez valamennyi impact jelenség után, hogy hosszabb ideig krátertó fedi ezeket a létrejött asztroblémeket. Emellett a krátertó maradványát őrzi a jobb oldalon képen látható homokbánya, egykori homokbánya. Itt különböző kagyló és csigafajokat lehet megtalálni. Itt a tájékoztató táblát is oda tettem mellé. Ezeknek gyakorlatilag a teljes családfáját megtaláljuk itt, illetve majd kitérek arra a környező múzeumban, nagyon sok információ található. Ez, ami látszik, homokkő, illetve az úgynevezett csiga homok, tehát ebből itt lehet mintát venni, és számtalan már kihalt, vagy még létező csigafajnak az azonosítása lehetséges. A központi csúcs után ellátogattunk a Steinheim Kráter Múzeumba. Említettem, hogy a nagyobbi kráterben 99 darab település található, ebben a kisebbik Steinheim 3,8 kilométeres kráter van, két település. Maga a Steinheim, illetve ennek egy csatolt része, a kisebbik település részen található egyébként egy rendkívül klassz, interaktív, nagyon korszerűen felszerelt múzeum. Itt egy nagyon komoly meteoritikai tárlat található, emellett számtalan információ a kráter keletkezéséről, de legtöbbet az itteni egykori élővilággal foglalkoznak, a különböző fosszíliák, legyen az emlősfaj, vagy a csigahomoknak a teljes pedigréje megtalálható. Emellett ugye nyilvánvalóan nagy hangsúlyt helyeznek az ismeretterjesztésre, amellett, amiket ugye szakmai anyagokkal elláttak, könyvek,
különböző audiovizuális eszközök vagy adathordozók vásárolhatók, de például a képen látható, hogy még krátersört is árusítanak, valamelyik helyi serfőzőnek a termékét címkézik föl. Egyébként ennek rendkívül jó, nagy haszna volt, mert itt kb. 30 fokos hőségben jártunk, és hűtőben tárolták, és mivel nem én vezettem, ezért meg lehetett kóstolni, és ebben rendkívül finom házi sör volt. Ezt követően a kráternek a sáncához igyekeztünk. Ez a panoráma felvétel, ez a krátersáncot mutatja kívülről, éppen egy személygépkocsi sem halad, és rendkívül jól kirajzolódik 15 millió év távlatából is a kráternek a sáncfala. Utána megmásztuk a kráterfalat, ez a kép már itt mutatja gyakorlatilag azt a mészkövet, ami alkotja, illetve nagyon szépen kirajzolódik itt a kráterperemnek a fala. Az első nap gyakorlatilag az itteni Steinheim vizsgálatokkal zártuk, ezt követően pedig a kutatás második napján a nagyobbik kráter irányába indultunk. Először a Risk kráternél a belső gyűrűnél jártunk, ugye említettem itt a bevezetőnél, hogy itt ugye van egy külső kráter, illetve egy belső gyűrű, ez a Wallensteinnek nevezett település részen figyelhető meg a legjobban, itt Nördingen határában. A bal oldalképen nagyon szépen látszik, hogy itt ugye megfigyelhető az eredeti belső gyűrű fal, ez a mészkőfal, emellett pedig erre egy komplet, egy erődítmény épült még a középkorban. A neve is ez a Wallenstein, a helyi hercegi családot jelenti. Ez a hercegi család emelte ezt az erősséget, és ők kezdtek sört főzni még itt a középkor, illetve az újkor hajnalán 1598-ban. Gyakorlatilag itt a kráter belső fala szolgálta arra, hogy itt ezeknek a barlangjárataiban hűtsék a sört, és máig övéki ez a sörbiznisz, és most is itt található ez a sörgyár. Itt a geológus hölgynek köszönhetünk, ugye, hogy bejárásunk volt, és egyébként maguk a sörfőzők is a krátersőreként forgalmazzák ezt a terméket. Erre majd egy kicsit később vissza fogok még térni. A kutatásnak nagyon sok személyes vonatkozása is volt, ennek egy külön posztot is szenteltem annak idején. Gizella asszony, amikor a hotel hajában találkoztunk, egy geológus kalapácsot lóbálva lépett be de az aulába, és utána elmondta, hogy ez a kalapács, ez bizony Eugene Shoemaker amerikai planetológusnak volt a tulajdona. Ugye róla sok minden ismer, talán ebben a körben jól cseng a neve. Shoemakerről tudni kell, hogy az 1960-as évek elején egyik jelöltje volt az amerikai holdrepüléseknek, csak utána valamilyen egészségügyi probléma, igen, egész konkrétan egyensúlyszervi problémái voltak, nem válhatott az űrhajó csapat tagjával, azonban, mint geológus, az ő nevéhez fűződik, az Apollo programnak a teljes geológiai részprogram kidolgozása. Shoemaker azzal párhuzamosan, hogy ebben az időben lett biztos, és határozták meg azt, hogy a holdi kráterek gyakorlatilag 99%-ban becsapódásos eredetek, az 1960-as években ezzel párhuzamosan lett egyértelmű részben az ő kutatásai révén, hogy ez a földi, korábban esetleg vulkanikus eredetűnek gondolt krátertömeg, mint az Arizona egy Beringer, vagy éppen ugye maga a Ries kráter, úgy szintén kozmikus becsapódásos eredetű. Tehát ezek a vizsgálatok földi és holdi szempontból erősítették egymást, és Shoemaker volt talán a legnagyobb név abban a vizsgálat sorozatban, akik ezt igazolták. Shoemaker ezt követően is a 60-as évek után is rendszeresen visszajárt a Ries kráterhez, és egyik látogatása során ajándékoztak Gizellának még halála előtt, egy autóban esetben hunyt el a 90-es években a geológus kalapácsot, és még Shoemakerről érdemes elmondani, az egyetlen ember, akinek hamvai részben a Holdon vannak, egy űrszonda juttatta el.
oda, hogy mondjam, nagyságát, illetve a holdkutatásban, az impact jelenségek kutatásában betöltött szerepét ez jól példázza. Az Apollo programhoz további kapcsolódás is van itt a Ritz kráter tekintetében. Végig jártunk több úgynevezett megablokkot. Ezekről a megablokkokról tudni kell, ugye említettem, hogy van egy külső meg egy belső sáncgyűrű, emellett 1800 darab kisebb-nagyobb domb emelkedik. Itt ezek a dombok lényegében a becsapódáskor, azt mondom, hogy hegyeket mozgatott a becsapódás, ezek ekkor jöttek létre. A egyik megablok a Linde, ahol bányászati tevékenység is volt, mint több esetben, erre is még vissza fogok térni, és az egyik itteni bányarésznél 1970-ben az Apollo űrhajósokat trenírozták, az Apollo 14 és 17 űrhajósai közül jártak itt négyen, és egy háromnapos terepgyakorlaton vettek részt. Ennek számtalan nyoma van, itt is majd szótejtek, hogy itt is van egy krátermúzeum Nördlingen a Ritz kráter tekintetében, illetve most példának okáért jobb oldalon egy újságcikk részlet, ami a város főtemplomának a tornyában van kifüggesztve, ugye 1970 óta, ez most már lassan 50 éve, tehát ez máig élő emlék, hogy ide jöttek az Apollo űrhajósok, és itt gyakorlatilag felkészítették őket. Ugye tudni kell, hogy valamennyien ugye, vadászpilóták voltak, nagyon csekély természettudományos geológiai ismerettel, és lényegében őket föl kellett hozni egy olyan szintre, hogy azért körülbelül tudják, hogy mi az az a program, geológiai program, aminek révén nekik ugye kőzetmintákat kell gyűjteni, és ezért analógia helyszínket kerestek, így kerültek ide. A megablokkok közül többet bejártunk, hol helyemet is meg kell említeni. Ez egy rendkívül érdekes helyszín. Itt az egyik megablok egy ősember barlangot rejt, mellette ennek a lankái római kori településnyomokat találunk, illetve itt pedig Éza űrhajósok gyakorlatoztak a 90-es években. Ugye azt tudni kell, hogy nyilván vannak itt a holdkutatással kapcsolatban további emberi, tehát emberes vonatkozások, ugye jól tudjuk, amerikai, orosz, kínai, de ugye az ESA is valamilyen formában készül, és ennek egy ilyen háttér projektjeként gyakorlatoztak itt. Egyébként ez a holhelyem azért is egy érdekes helyszín volt, mert itt, amire később ki fogok térni, egyik olyan állomás, ami a Geoparknak egy éttermeket, illetve a kráterrel összefüggő termékeket promotáló sorozatához tartozik, de erre mindjárt vissza fogok térni, egész pontosan ennél a diánál. Ez a tábla, ami bal oldalon látszik, ez megtalálható a Geopark területén több éttermen is, illetve ezeket több terméknél is feltüntetik, például az említett Wallenstein sörnél, illetve Holnheimnél is egy olyan kis panziónál jártunk, ahol egy kávézó van, egy nyugdíjas hölgy üzemelteti, aki kémikus végzettségű, nyugdíjba vonult, létrehozott egy panziót, és bekapcsolódott a Geoparknak ebbe a konyhaművészeti projektjébe, és ha valaki oda betér egy kávé meg egy sütemény mellett, a kráterrel kapcsolatos információs anyagokat kaphat, a hölgy természettudományos végzettségénél fogva plusz információkkal látja el, és itt, ahogy az ember kávézik, itt nagyon szép kilátás nyílt a magára a kráternek a belsejére. Illetve a jobb oldaljábbnál jól látszik, hogy egy másik helyszínen is jártuk, ugye, ahol a Wallenstein sör volt, és egy olyan helyszín, ahol egy vadászházban különböző vaddisznóból készült ételeket fogyasztottunk, és itt például ugye a sör, amelyik szintén ezt a geoparkos könyhaművészeti logót viseli. És itt mellette található az egyik legérdekesebb helyszín, az Altenbülnek nevezett megablok. Ez egy szintén egy bánya, egy kőbánya. Ide úgy tudtunk bejutni, hogy volt kulcsunk, most jelen pillanatban már
azzal, hogy itt legeltetnek, állatokat tartanak, ezért villanypásztor elsősorban az állatokat védi. Ez az a volt az a helyszín, ahol a középkori nördlingennek azt a kőzetanyagát bányázták, amiből a városnak a temploma, illetve középkori épületei, a városháza épült. Ez azért érdekes, mert ezt tartalmaz azt az impaktitot, ami legismertebb, ez a Suevit breccia. Ez a Suevit breccia volt az egyik megfejtése annak, hogy ez a kráter kozmikus eredetű. Ez a Suevit breccia, ez egy földi összetöredezett kőzet, és ebben két olyan kvarcmódosulat található, amelyik a Földön természetes körülmények között nem jöhet létre, kizárólag atomkísérleteknél ennek a következményeként találták meg, illetve kozmikus becsapódás révén ezáltal fejtették meg. Itt bányázták ezt a Suevit breccsát, amiből tehát építkeztek, és itt mellette a jobb oldali ábrán egy kis épület látható, ugye itt állatokat tartanak, és a bakot, ami ugye látszik, itt kecskék vannak, a bak itt hűsöltben, a futballista Torresról nevezték el még az első bakot, amit a háremet tartotta, ez a felirat szerepel is ott, most már a harmadik Torres, amelyik hűsöl bent, a többiek pedig ott legelésztek. Itt nagyon komoly kőzetanyagot tudtunk gyűjteni, úgyhogy ez egy emlékezetes állomása volt a vizsgálatainknak. A nagyobbik Riskráterben is, ahogy említettem, van egy múzeum. Ezt a múzeumot stílszerűen a Shoemaker téren találjuk, egyébként egy középkori magtárat építettek át, a másiknál is korszerűbb, kétszintes, rendkívül szuperszónikus ilyen 22. századi múzeumá. Pont ugye az Apollo 50 idején jártunk itt, ezzel kapcsolatosan volt egy időszaki kiállítás, mellette még egy nagyon komoly tárlat, a meteoritikával, a meteor jelenségekkel összefüggésben a csillagászati földtudományi vonatkozásokat említik, rendkívül sok helytörténeti adattal szolgáltak. Ugye itt is volt ennek a egyéb természettudományos vonatkozása, az egykori élővilága is foglalkozik, és egy hatalmas kőtár, ami a különféle itt található kőzetanyagokat mutatja be, ugye itt a különféle brecsás kőzeteket, és minden egyéb olyan vonatkozást látványosan ismeretterjesztő szemlélettel, ami összefügg az itt létrejött kráterrel. A következő ábra, itt már ugye a Nördlingenben járunk ismételten, a kráter 15 ezer lakosú fővárosában, itt van egy templom, ennek a tornyából készült ez a felvétel. Ugye mutatja ezt a középkori városszerkezetet, közelebb látszik nagyon szépen a városfal, ami egyébként nem a kráterfal, és a városfaltól inkább jobb szélre, ahol a fák találhatók, ott húzódik ez a belső sáncgyűrű, amit említettem, a sörgyár is található, és ott a távolban pedig a külső kráterfalat lehet megfigyelni. Ebből a templomból lehet leginkább látni, egyébként nyilván ugye ez egy korábban ugye római katolikus templom, a reformáció után pedig evangélikus hitéleti tevékenységet szolgált, és rendkívül szép kilátás, és itt volt az a pont, amikor azért a Steinheimhez hasonlóan azért az emberek olyan érzete volt, hogy belátja, és látja, hogy egy kráter közepében van. Ugye az említett építőanyag és a középkori városháza bal oldali képen látható. Itt nagyon szépen látszik, hogy ez a Suevit breccsából, az impaktitból építették annak idején ugye magát a templomot is, illetve a városházat, ez a középkori épületeket. A jobb oldali ábra pedig már a kutatásnak a harmadik napján készült, ekkor a nagyobbik résznek a kráterpereméhez indultunk el.
Itt található a Harbur nevű település, a külső sáncgyűrű, és itt is nagyon szépen megfigyelhető, akár csak ugye a belső sáncgyűrű kapcsán említettem, hogy az eredeti kráterfalra ugye a középkorban erődítményt emeltek, itt is erre a kráterfalra építették ezt a Harburg várat, amit úgy szintén a Sörné is említett Wallenstein család birtokolt, és jelen pillanatban is birtokol. Ugye nagyon érdekes, hogy itt ezt nem államosították, ugye itt nem volt ilyenről szó. Most is a hercegi család ugyanakkor ugyanúgy belépő egy nyilvánosan látogatható és múzeum található benne. Ez az ábra itt a várfalról készült, nagyon szépen kirajzolódik jobb oldalt az egykori, vagy hát a becsapódásnak a kráterfal, az a külső kráterfal, illetve hogyha pont középre nézünk, vagy balfele, egy-egy az említett dombok, ezek a megablokkok láthatók. Egyébként a kráterban több folyó is található, illetve még a sörrel kapcsolatosan el kell mondani egy érdekességet, hogy említettem, ez a hercegi család, aki a serfőző volt annak idején és ma is. A sörnek ilyen rendkívül érdekes szénsavas ízhatása van, és ugye itt elmondta a geológus hölgy, hogy itt lényegében a felszín alatti vizeknek az összetételét is befolyásolta annak idején a becsapódás, ahogy annak idején ugye a Vredefortnál említettük, hogy a gyémánt létrejöttében fontos szerepe volt. Tehát nagyon érdekes, hogy a meteoritikának ilyen szempontból, vagy a meteoritkrátereknek milyen egyéb vonatkozásai vagy kapcsolódásai is vannak. Az utolsó nap jó környezettanosként egy müncheni túrát is beterveztünk, és ottani botanikus kertet kerestük fel. Itt a növénytani vonatkozások mellett a jobb oldali ábrán egy naprendszer modell is található, egy rendkívül csodálatos, és egyébként az egyik legszebb botanikus kert volt, ahol valaha jártam, pedig az elmúlt időszakban mondhatom, hogy azért több országban is többet is felkerestem, úgyhogy ha valaki Münchenben jár, semmiképpen nem ulassza el. Ugye mi történt, miután hazatértünk? Egyfelől ugye rendszereztük azt a kőzetanyagot, amit gyűjtöttünk. A baloldali ábrán látott a bal szélső egy úgynevezett üvegbomba, ezt ott a altenburgi lelőhelyen, a Schuevit becsa mellett gyűjtöttük. Ezek az üvegbombák is az egyik bizonyítékát jelentették a egykori becsapódásnak. Ezek a hasonlatosan a vulkánkitörésekhez ilyen nagyon laza porózus gázoktól már mentes kőzett darabok, fölvesz a cseppformát, bizonyítják ugye itt ennek a becsapódásnak a tényét. Mellette pedig a kisebbik Steinheim kráterban gyűjtött homokkő. Ez a homokkő tartalmaz számtalan csigafosszíliát, amit ugye külön is gyűjtöttünk, illetve ezúton is köszönöm Kereszti Zsoltnak azt a segítséget, amit adott. A Steinheim kráterben van még egy érdekesség, ezek az úgynevezett nyomáskúpok, amelyek a becsapódásnak a lökés hullámait zárták kőzetbe. Zsolt segítségével ezeket a különböző élő előadásoknál be tudtam mutatni, ugye ők is jártak itt néhány nap különbséggel, ezt ezúton is köszönöm. Ahogy Kormos Balázs barátomnak még visszamenőleg a Moraszkó vonatkozásában, hogy Moraszkó meteoritokhoz ugye hozzá tudtunk jutni. Ugye itt volt egy további ismeretteresztő szál az élet és tudományban, ahogy a Moraszkónál, ugye a itteni Ries és Steinheim utaknál is volt egy-egy hosszabb cikk, emellett megjelent a Geográfus hírnevén című nem referál, de szaklapban egy-egy összefoglaló cikk itt az itteni kutatásokról. Ezzel most nagyjából zárnám a Németország utat, és nagyon röviden még említést tennék egy érdekes útról. Szeptember 1-én Szalárdon jártunk, ez Nagyváradtól néhány kilométerre található ugye a történelmi Bihar megye. 6 évvel ezelőtt a szakdolgozati konzulensem dr. Géczi Róbert tanár úr
az ottani Vihor TV adásában, Romániában látott egy riportot, ami arról szólt, hogy Szalárnak a határában egy meteor jelenséget figyeltek meg, majd pedig egy meteorit krátert is találtak, erről filmfelvétel készült egy kb. 20 perces film, riport, ahol mutatják ennek a pusztító hatását is. A krátert itt a jobb alsó sarokban mutatják, ez egy kb. 1 méter átmérő mélyedés, amit ott mutogattak. Ezt követően a riport beszámolt épületkárokról, egy idő után románból magyarra váltó ennek az elszenvedőiről, akik a káreseménynek az épületeiben laktak, itt ablakok betörtek, épületek, repedések futottak végig. Viszont ezt követően ugye senki nem talált sem meteoritkrátert, itt sem szalárdi meteoritról nem szólnak a kutatások, de egyébként szakcikket ezért semmit nem lehet erről találni, úgyhogy azért ez egy igen gyanús esemény volt. Itt a kutatási szakdolgozati projektem ez viszont rendkívül jól kapcsolódott, ez az antropogén eredetű, hogy áll meteoritkráter gyanúja, és valóban ki is utaztunk ide hármasban Makai Zoltán, illetve Rezsabek Leventével, és elkezdtük keresni ezt a krátert, ugye az egykori beszámolók alapján szokás szerint ugye megkérdeztük nem tudom hány helybeli szemtanút, az a lényeg, hogy ezt a krátert már nem lehetett megtalálni, ugyanakkor mindenki beszámolt arról, amit viszont meg lehet Szaláddal kapcsolatosan tudni, hogy itt egy nagyon komoly üzleti vonatkozás van, ez a palagáz biznisz, itt palagáz feltárás zajlik, egyes elképzelések szerint itt ilyen romániai politikai kapcsolatok is vannak, akik ugye megszerezték ezeket a területeket, de nagyon fontos természettudományos és műszaki vonatkozás, hogy igen veszélyes a palagáz feltárása, mert ezek igen könnyedén az ivóvíz rendszerbe kerülnek, és gyakorlatilag hatalmas robbanásokhoz vezetnek épületeknél, és azt találtuk, hogy ez az esemény is, ami 2013-ban meteor jelenségként, majd meteorit becsapódásként volt apostrofálva, az egy palagáz robbanás volt, csak azzal, hogy gyakorlatilag ennek a káreseményeit azt mondom, hogy ennek okozói elkerüljék, tehát itt ugye a biztosítási összegek kifizetését, ezért valaki lényegében egy A-krátert hozott létre, és ilyen irányba terelte a helyi közhangulatot, utána valójában kiderült, hogy ez nem is erről van szó, tehát ez egy antropogén, azaz egy tudományos csalás kategória, ami itt Szalárnál történt 2013-ban. Zárásképpen pedig szeretnék néhány szót ejteni a Meteorit Kráter Expedíció további útjaival kapcsolatban, vagy jövőjével kapcsolatosan. Ugye már tavaly elhatároztuk, hogy folytatni fogjuk a sorozatot, közben én a vonatkozó szakdolgozatomat beadtam, de ez már azt követően volt tervezve, hogy Svédországban folytatjuk a kutatást, mégpedig 2020 júliusában a Mien kráternél. Svédországban egyébként 8 meteorit kráter található, Európában a negyedik a rangsorban. Oroszország, Ukrajna és Finnország, ahol több kráter van, de Svédországban is 8, ami igen jelentős, sőt Európának a legnagyobb meteorit kráter, egy 42 kilométeres asztroblém is Svédországban található. A 8 kráter közül a legdélebbi, amilyen, ez egy kráter tóval fedett ősi 121 millió éve hullott 9 kilométeres kráter, amit egy nagyságrendileg egy 5 kilométeres krátertó fed. Az utazás szervezését megkezdtük, gyakorlatilag itt most minden le volt szervezve, és egy kibővített csapattal mentünk volna, a Bakonyi Csillagászati Egyesület, a Gotthard Egyesület, számtalan média támogató, szakmai támogató és partnerrel a háttérben, azonban most itt a koronavírus helyzet miatt úgy döntöttünk, hogy azzal, hogy ugye változhat a helyzet, de nem valószínű,
Éppen ezért pontosan ez a hét volt az, amikor úgy döntöttünk, hogy az utazást 2021 nyarára halasztjuk. Ez az észszerű és jelen pillanatban járható út. Végül is nem gond, még alaposabban fel tudunk készülni. Tehát itt folytatódnak majd a Meteorit Kráter expedíció kalandjai. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet. Köszönöm szépen. Próbáltam egy kis virtuális tapsot bejátszani, de még azért nem mondok le róla. Ugye? Nem vagyunk még teljesen fejlettek effektusgépileg. Na nézzük csak. Aha. Csak sikerült. No, nagyon szépen köszönjük, kedves Nándi. Az én személyes emlékem, mint ahogy hasonló szellemben kaptunk egy-két hozzászólást, mint a köszönet tekintetében. Az én személyes emlékem annyit a történetről, hogy mi is egy nyugat-európai csillagász expedíció keretében, konkrétan egy csoportos, csapatos nemzetközi meteoros találkozón való részvétel után úgy jöttünk vissza, hogy ezt a két meteoritkát legalább érintőlegesen megnézzük így a délutáni esti alkonyatban. Különösebb, tehát inkább csak ilyen átfutás jelleggel, és hát igazából nagyon köszönöm, hogy most egy kicsikét jó pár év után, de tényleg most már ilyen tizenvalahány év távlatából helyre lett téve, vagy hát ki lett egészítve. Úgyhogy nagyszerű. Egy kérdésem nekem is lenne még. Ugye ez a Schumacher, az a Schumacher, aki egyébként, hát ugye az üstökös is. Az a felesége, ő a felesége. A felesége, bocsánat, igen. Igen, tehát az üstökös névadó a felesége volt. Ugye mind a ketten komoly kutatói voltak a témának, geológiai csillagászat értelemben, tehát planetológusok. Az üstökös az a felesége. Schumacher, ugye említettem, hogy autóbalesetben elhunyt, de emléke a Holdon tovább él, illetve itt látszik, hogy nem feledkeztek meg Németországban sem róla, ugye hogy egy teret neveztek el a Nördlingen, ez azért számomra egy rendkívül érdekes dolog volt, úgyhogy ilyen szempontból is egy élmény volt. Az, hogy a geológus kalapácsát, ami egyébként egy méreg drága darab, azt pedig kézbe foghattam, az egy örök élmény volt. Egy pillanatra még azért, hogy majd feldobtam témát, hogy üstökös. Egy pár szót szóljunk róla, hogy milyen üstökös is volt ez, miről híres? Ugye arról volt híres, tehát ennek egyébként a meteoritikában egy igen fontos, azt mondom, hogy legalább akkora szerepe volt, mint hogy az 1960-as években bebizonyították, hogy a földi meteoritkráterek azok meteoritikus, tehát kozmikus eredetűek, legalább ugyanilyen fontos volt, hogy 1994-ben a Jupiterbe csapódott ez az említett több darabra szakadozott üstökös, és ugye ez Magyarországon is amatőr csillagász távcsövekkel, és kisebb amatőr csillagász távcsövekkel is lehetett látni. És ez volt az a pont, amikor felismerték azt, hogy itt egy olyan kataklizma gyakorlatilag szemünk láttára lezajlott, ami ugye analóg lehet esetlegesen egy földi becsapódással, és innen indultak azok az égbolt megfigyelő programok is, illetve innen a különböző űrhivatalok is ugye egyre több pénzt költöttek arra, hogy különböző, ugye ennek a havári eseményére felkészüljenek. Tehát ezért volt a mi szempontunkból fontos. Nagyon szépen köszönöm. Tudtam, hogy sokkal kerekebben és lényegetőbben össze tud foglalni. Hát igen, most már azért ez elég régen volt, tehát azért nyilván mi az idősebb generáció nagyon is emlékszünk rá, és nagyon is mély élmény volt látni, de ugye hát az ifjúság is utat tör magának, és hát gondolom többen sokan nézik, így akár élőben, vagy akár majd az archívumban ezeket az eladásokat. Azt mondja, hogy itt írja a keresztés alatt barátunk, hogy van egy érdekes feltevés arról, hogy a, hogy mondjuk ez, Coelfels, hogy Köfels hegy Ferde tetejét is a kisbolygó vitte le. Mond ezeket valamit? Coelfels hegy.
Akkor Igen, felsz. igen, Ugye? ez pont a Zsolt, meg én is közben nézem itt Ja, a... te is látod, igazad van. Igen, a... Bocsánat, nekem nem volt ismerős ez a fogalom. Köfel, jó, köszi Zsolt. Úgyhogy, Hol igen, ez a itt, köfel? úgyhogy itt egy, bocsánat, csak annyi, egy számtalan érdekes vonatkozás is van. Ugye, amelyet, amit Zsolt említ, ugye például említettem a Moraszkónál, hogy itt 2 tonnányi meteoritot gyűjtöttek be, de például ez a Moraszkó meteor jelenség, hogy gyakorlatilag ugye Közép-Európa egyik legnagyobb becsapódása volt annak idején, és itt tudni kell, hogy itt 2 olyan szórásmező is van a jelenlegi német-lengyel határnak a német oldalán, illetve a lengyel oldalán, ahol valószínűleg ugyanennek a becsapódásnak a nyomait találhatjuk meg, amelyik ugyanaz a összetételű vasmeteorit, amit utána ugye több tonnányi mennyiségben megtaláltak Lengyelországon, és ami Zsolt említ, van egy olyan, ami, hogy valószínűleg ugye egy hegytetőt is levitt egy becsapódó kisbolygó, tehát számtalan ilyen érdekes vonatkozás van. Ezek ugye további vizsgálatokat igények. Nyilván most mi ilyen környezettanos szemmel, mi személy szerint ugye ezeket így érintjük meg. A mi vizsgálatunk, ugye mindig el kell mondani, hogy nem geológusok vagyunk, tehát mi környezettanos szemmel kutakodunk, ezekre helyezzük a hangsúlyt, de nyilván itt sokkal komolyabb apparátussal számtalan érdekes vizsgálat, és még felfedezni való is van ezeknél az európai meteorit krátereknél. Úgyhogy ezekkel tényleg érdemes foglalkozni, meg folytatni is ezt a sorozatot, vagy ugye Zsoltot említetted, hogy beszéltünk róla, hogy lehet, hogy érdemes, hogy itt a Meteoritikai Társaság kapcsán folytatni akár itt a Galileo webcaston még hozzáértőbbekkel ezt a sorozatot, ezt majd nyilván egyeztetni fogjuk. Hadd fűzzek még annyit hozzá, hogy például a Moraszkó kapcsán jutott eszembe, hogy pár éve, hát már jó pár éve ment a mondjuk a csatorna nevét, nem tudom, még létezik egyébként, a Discovery Science nevű csatornán, legalábbis én ott láttam, egy meteorit vadászok sorozat. Na most nem tudom pontosan idézni, itt van előtte egyébként, de csak a keresztneveket látom. Geoface Teal, nevű 2 ismert híres meteorit vadász, csinált sorozatot meteorit vadászatokból, és annyira döbbenetes volt a szám, hogy elő is lehet ezek szerint sorozatot csinálni. Lehet. De mondjuk a te előadásod is bizonyítja, hogy lehet a témáról beszélni népszerűen. Lehet. Sőt, egyébként még egy személyes szál, ugye ezek elérhetők valakinek a révén, ugye a YouTube-on is ezek a régi részek, melyeket néha ismételgetik itt-ott. Igen, bocsánat meg, pont ide akartam kiukadni, hogy az történt, hogy én annak idején én nagyon akkori fapados minőségben felvettem, 1-2 személy szerint a saját csatornámra, saját YouTube tárhelyem, a YouTube accountom alá felraktam, meglepő módon a mai napig nem törölték, holott ugye azért az idő haladt, egy csomó ismeretesztő filmet, amit felraktam, törölték. Jó, hogy ezek jó, hogy nem rúgta a popsi. Túlélte. Egyébként el kell mondjam, ez is van, ugye mindig van valami személyes szál, ugye ezeket azért szeretem mondani, lehet, hogy van, aki unja, de azért talán így lesz mindig életszerű, hogy jó magam a meteoritikai érdeklődésemet ehhez a sorozathoz kötöm. Egész pontosan az volt, hogy ugye amikor ezt annak idején még ugye a Discovery Science-en adták, ugye ismételgették, a fiam volt, aki ezeket nézte, és egyszer valami okból leültem el, és annyira megtetszett, hogy innen indult ez a dolog, tehát ez a sorozat. Azzal ugye tudni kell, ezt valaki megnézi, ugye ezek az ugye rendező, de hogy mondjam, ugye az egyikőjük egy, most mondhatjuk nagyon csak, hogy egy szerencsevadász, aki üzleti okból csinálja, másik egy televíziós személyiség, mind a kettő beleszerelmesedett ebbe a témába, de azért ugye ez valamilyen szinten megrendezett is, de ugyanakkor egy olyan átütő ereje van, hogy ezeket máig imádom, tehát gyakorta előkerülnek. Tehát ez egy annyira remek és annyira meghatározó sorozat, hogy aki csak tudja, nézze meg, és ugye te jó voltod, ugye ott van valamelyik fájmegosztó portál, ezeket ugye végig lehet nézni, aztán 2 évad is készült, és azt kell mondja, máig ebből élnek, tehát ugye még ez a
Eredeti angol elnevezésem a sajátjuk volt, mert volt egy másik meteorit kutató, akitől ezt gyakorlatilag ők lopták, tehát aki egy kicsit így mögé lát, itt számtalan anomália van, de az a lényeg, hogyha leülünk és megnézzük a tévésorozatot, ezek annyira remek, annyira szórakoztató, és annyi információval szolgáló, és tényleg olyan inputot ad az embernek, hogy ezt mindenkinek ajánlom. Igen, és pont ezért is kezdtem el az egészet, hogy közben történt, hogy az aktuális szolgáltató éppen kivette a csatornát a szolgáltatási csomagból, tehát csak pár részt láttam, és igazából, ha már előkerült a téma, a felhívás az lenne, hogy hát, ha valakinek megvan, ráadásul jobb, jó minőségben, esetleg ez a sorozat, mert mondjuk mániákusan felveszegette, én igazából személy szerint is nagyon megköszönném, meg hát ezek szerint valamennyire megosztható, még nem harapnak rá, akár ugyanúgy valamilyen formában, akár publikálnánk is. Publikálnám, hát saját magam nevében beszélek leginkább. Úgyhogy na, még eljutottunk a mondandónak. Hát nagyon szépen köszi a filmet, még egy pillanatra elnézek a csetre. Köszönöm szépen, Guffrey, Nathan és Steve Arnold. Valahogy én teljesen más nevekre emlékeztem. Most ennek közben nem látom a chat ablakot, mert nem merem elállítani, hogy itt azért el kell mondani, hogy a háttérben ugye itt komoly beállítási előzmények voltak már néhány nappal ezelőtt, úgyhogy én itt ilyen félvak üzemmódban leledzem, de azért és elnézést, hogyha ott valaki bármit írt, azt én majd később tudom megnézni, úgyhogy de azért jó, telegább figyeled. Hát köszönjük szépen még egyszer. Én amondó vagyok, hogy hát nyilván folytatjuk majd valamilyen formában, mert ez a téma egyébként eddig a Galileo Webcast előadás kínálatából jelzett, és hát mondom, valami kis szolíd személyes szimpátiám is van a kérdéshez, bár megmondom őszintén, soha nem mennék kikutatni. Ahogy ezek, hát most akár megrendezettem, akár nem, hát vázolták az, hogy mennyire macerás mondjuk meteoritot kutatni. Fogalmazunk úgy, hogy ilyen fele-fele itt a rendezett, de valójában például konkrétan, bocsánat, hogy szabadulják, de a Moraszkónál konkrétan ők voltak az egyik kutatócsapat, aki az utolsó nagyobb darabok egyikét talált, utána még volt egy lengyel ottani egyetem, ahol őrzik a nagyobb darabokat, ott találtak még nagyobbat, de ők valóban ki is ásták, sőt ott a filmbe föltűnnek olyan segéderőként ott az egyik kedves helyi lengyel meteoritos ismerősünk, tehát ezek keverednek, de pont ez benne a jó. Nyilvánvaló, hogyha ez teljesen naturálisan ugye nem lehet, ugye ezeknek kell nyilván egy rendezettség is. Tehát pont annyira valós, mint amennyire hozzátették a játékfilm, meg az ő színészi képességeiket, stb. Nagyon élvezetes volt. Na jó, köszönjük szépen. Én is köszönöm neked is, a Galileo Webcastnak és a hallgatóságnak. Rezsebek Nándort hallottatok, jó magam pedig Teplicki István vagyok, mint technikai háttér ügyelgető. Nem mindig tökéletesen, mert az előadás elején egy picikét zökkent, de a teljes verzió megvan, és előbb-utóbb felrakjuk azért azt is. Jó éjszakát, szervusztok!